az volt megbeszélve, hogy 10-kor találkozunk? Hát 10 már elmúlt rég. Jó, még akkor várjunk egy 5 percet, és utána hívjuk fel, jó? Jó. Sziasztok! Hol voltál? Végre! Hát na most azt történt, hogy reggel én ültem otthonra, kilépek az ajtón, és ott a szomszéd, és mondja nekem, hogy édesem, elromlott a lift, segíts elvinni a szekromat. Mondom, hogy jó rendben. Ezután végre kiléptem a kaput, és nem fogjátok elhinni, kit láttam meg. Ki? Kit? Gábor, aki egész általános iskolában a szerelmem volt. Oda jött hozzám, és azt mondta, Anna, ez régen nem láttalak, mire én nem tudom, miről beszélsz, én nem Anna vagyok. Na mindegy, futottam a trolihoz, odaérek, várom, és sem köszön háromnál. Szia, Anna, nem is találkoztam, mint Anna edzésen kívül. Fú, tényleg nem, de én most rohannak, majd ugorjatok be egy kávéra. És ide is értem, viszont letámadott 3 pincén. Szia, mit hozhatunk, mire én a szokásos? Hosszú kávét, laktózmentes tejet, édesítővel, tejabbal, mire ők hozzuk. Úgy tényleg ez egy mozgalmas reggel volt számodra. Igen, nagyon fáradt meg. Ehhez egy jó kávé lenne a legjobb. Te hol késik vagy? Már 10 perc eltelt. Egészségetekre. Köszönjük. Köszönjük. Kocincsunk. Jó.